Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon. A mai videóban az Ankasroom robotgépnek a hengerfejét fogom használni három különféle sütihez. Kovászos croissanthoz, élesztős mazsolás fonott kalácshoz és csokis babkához. És ez a videó együttműködésben készült a Gammo Europe Kft-vel, akiktől 2 évvel ezelőtt megvettem az Ankasroom gépemet. Felkerestek, hogyha készítenék egy újabb videót, amiben ez az Ankasroom gép szerepel, és íme ez a videó. És ez a recept ilyen tangzong módszert használ, a lisztet és a tejet össze kell keverni, és fel kell, majdnem fel kell forralni. Épp, hogy ne forjon, csak nagyon melegedjen fel, és amikor elkezdi zselésedni, akkor van kész. És ez elvileg segít a tésztának a szerkezetét kicsit megerősíteni. És mivel ez még meleg, ezért nem szoktam felmelegíteni a többi tejet, amit bele kell rakni, hanem azt csak így simán félig hidegen szobahőmérsékleten szoktam hozzáadni. És még arra jöttem rá, hogy ha a tojást, mielőtt hozzáadom a tésztához, így felverem, akkor sokkal szebben elegyedik a tésztában, és nem lesznek ilyen sárga darabkákban, hanem néha volt olyan, hogy kicsit ilyen furin kicsapódott a tojás, vagy nem tudom, nem sikerült annyira jól. És amióta így felverem, azóta minden egyes tészta gyönyörűen egyenletesen sárga. Én mindig szoktam belerakni fahelyet a tésztába. Akkor lehetne simán porcukrot is használni, csak egyszerűen annyira sokáig lesz dolgozva a tészta. Nem kell még azzal bénáznom, hogy még porcukrozzak, sima cukor is teljesen jó bele. És akkor jöhet a kovász. Most ilyen teljes kiörlésű kovászt csináltam. Garapmalomnak a frigyes lisztjéből, de simán lehet sima liszttal is csinálni, és akkor még fehérebb lesz a tészta. Amit nem szabad belerakni, még a só meg a vaj, azt mondja, hogy külön fogjuk hozzá dolgozni. És akkor jöhet a gép. Vajjal gazdagított tésztákhoz rendszeresen ezt a hengerfejet szoktam használni. Egyébként ezt is írják vajas tésztáknak a kidolgozásához. Dagasztókat általában csak kenyérhez, vagy pizzatésztához szoktam használni. Ez olyan gyönyörűen áldolgozza a tésztát, hogy a végén ugyanígy fog kinézni ez a hengerfej. Egyszerűen nem ragad rá semmi. Tök jól lehet vele dolgozni. És akkor az első, hogy ezt a spatulát bele kell rakni, és aztán jöhet ez. És én úgy szoktam beállítani, hogy ne érjen hozzá az edény falához, hanem egy kicsit, mintha mondjuk egy ujjnyi távolság legyen a gépnek a fala meg a hengerfej között, és akkor így tudod, nem ütődik neki a tálnak sem, hogyha nagyobb a tészta, akkor jobban körbe tud pörögni. És utána csak simán a legkisebb fokozaton szoktam a legelején mindig beindítani. Az elején is itt szoktam állni mellette, meg nézni, hogy kapjam a tésztát. Itt szárazabb tésztáknál néha előfordul az, hogy a kart kicsit magam felé, illetve középre be kell húzni, hogy jobban el tudja kapni a tésztát, és hogy jobban elegyedni tudjanak az alapanyagok, de ilyen nedvesebb tésztánál sose szokott probléma lenni. És amikor már így elegyedtek oda, mindig nagyon lágy a tészta, de egy 30 percet kell hagyni állni, autolizálni, és akkor kicsit jobban megszívja magát a liszt is, úgyhogy sokkal jobban össze fog állni. És meg akarom mutatni, hogy mennyivel jobban összeállt már a tészta. És egyáltalán nem kell gondolni, hogyha puha, lágy a tészta, mert nagyon szépen kezd alakulni. Ez a most 30 percet pihentettük, majd utána is fogjuk még pihentetni. Most jelent hozzá a 6 g só, ezzel összeállt dolgozom a tésztát. Ebben a fázisban csak épp, hogy meg kell várni, hogy a sót jól felvegye a tészta, és utána mindenféle pihentetés nélkül jöhet bele kisebb adagokban a vaj. És most ilyen 8-10 percet
fogom dagasztatni a géppel a tésztát, amíg teljesen szépen, egyenletesen fel nem veszi a vajat. Amikor a vége felé már látom, hogy szépen kezd összeállni a tészta, és már nem sokára készen van a dagasztás, akkor még egy spatulával körbe szoktam menni az edénynek a falán, és ami feltap a tészta, akkor azt leszedem, azt még jól beledolgoztatom a tésztába, és akkor készen is van. És mondom, hogy ilyen nagyon szépen lejön róla a tészta, mert olyan jól ki lett dagasztva. Akkor most az jön, hogy kézzel még meg szoktam így forgatgatni a tésztát. Hát így gyönyörű lett. Ezt kézzel ez elég nehéz, meg lehet csinálni, de iszonyat nehéz megcsinálni, úgyhogy én imádom ezt a gépet, hogy nem kell ezt kézzel csinálnom. Ez gyönyörű. Szépen jelentes a felszín, most tele van kis bubikkal. És akkor ezt a tésztát most 2 órán át kell hagyni pihenni, de a 2 órás pihentetés közben 2-szer meg fogom hajtogatni. És akkor most jön még az, hogy elrakjuk pihenni a tésztát. Az alaptartozék egy ilyen fehér. Hát először én tálnak néztem, de ez arra jó, hogy nem kell fóliát használni, semmiféle más dolgot, hanem csak ezt sem elrakjuk így a kapott tára, és akkor így nem fog kiszáradni a tészta, úgyhogy egy óra múlva hajtogathatunk. Én közben meg úgy elmerült a munkába, hogy 1,5 órája itt van szegény tészta egyedül. Nagyon jól néz ki. Úgy néz ki, hogy nem bánja, hogy 1,5 órát itt pihent. És akkor most meghajtogatom a tésztát, ami konkrétan csak annyiból áll, hogy alányúló. De szépen nyúlik. És akkor általában 2 oldalon szoktam így meghajtogatni maga alá. Ez nem néz ki. Gyönyörű. A hajtogatásnak az a lényege, hogy ilyenkor kicsit erősödik a glutén szerkezet, és majd jobban meg fogja tudni tartani magát a tészta. És akkor itt a nagy pihentetések végén lehull a lepá, és most jön az, hogy 14-16 órára elrakjuk a hűtőbe a tésztát. Kicsit összeszedem a tésztát. Már jó bubis. Érdemes egyébként mindig vizes kézzel nyúlni ezekhez a kovászos dolgokhoz, meg különben össze-vissza ragad az ember. Berakom ebbe a pirex tálba, bármilyen tálba lehet, de jobban szeretem ezeket a pirex tálakat, mert ezeknek van, vagy lehet ezekhez kapni tetőt, és csak simán rápattintom a tetőt, és mehet is be. Végül 16 órát pihent a babka tészta. És így néz ki. Jó bubis. És jó hideg. Most vettem ki a hűtőből a szép kis tészta, és azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor hagyom kb. Egy órát pihenjen itt a pulton, és közben már megcsináltam a csoki szószt is hozzá, illetve a csoki törtelékkel. Már a kb. 1 vagy 2 éves babka készítés során rájöttem, hogy érdemes a legjobban ezt a szószt elkészíteni, és hogy lesz ilyen krémes, lágy és nem darabos. Én azt szoktam csinálni, hogy 18 g kakaóport és 65 g porcukrot, és akkor én ehhez szoktam 20 g frissen főtt kotyogós kávét hozzáadni. Úgyhogy most főztem egy jó kis kotyogóst. Össze szoktam keverni egy ilyen nagyobb edényben, ugyanilyen üvegedényben, mint amiben most a babka van. Közben ebben a lábosban felmelegítettem a vajat, tehát felolvasztottam a vajat. Ahogy felolvattam, levettem a tűzről, és belekevertem ezt a kávés, cukros, kakaós elegyet, azt összehabverőztem, és a legvégén már levettem a tűzről, és akkor hozzáadtam 80 g étcsokoládét. Most Lindt csokit használtam, egyébként a Blancs Artnak a bio csoki cseppét szoktam használni. Akkor kb. 3-4 g sót és egy fél teáskanál fahéjat még hozzáadtam. Jól összedolgoztam, és ezt is körülbelül egy órát hagyom még hűlni.
Azért érdemes így nyújtás előtt egy picit hagyni, felmelegedni a tésztát, mert a nagyon jól kidolgozott, feszes tésztát nagyon nehéz kinyújtani, folyamatosan megpróbál visszaugrani a tészta, és így nagyon nehéz lesz megfelelő méretűre kinyújtani, és utána szépen megtölteni. Az is fontos, hogy a meleg csoki szósz ne rakjuk rá a tésztára, hanem tényleg meg kell várni, hogy legalább ilyen szobahőmérsékletű legyen, és utána egyenletesen mindenhova jól el kell osztatni a tölteléket, és ilyen kis csigába fel kell tekerni, kis rudat kell tekerni ebből a megtöltött tésztából. Vannak olyanok is, akik a babkatésztát ilyenkor beszokták rakni egy 5-10 percre a fagyasztóba, hogy kicsit jobban összeálljon a tészta és a töltelék, és ha nagyon puha a tészta és nagyon nedves a töltelék, akkor van, hogy nem marad meg ez a nagyon szép, íves, igazi babka mintája a tésztának. Viszont nekünk nagyon szépen kidolgozott tésztánk van, egy szobahőmérsékletű krémünk, és ez nekem mindig sikerül szépen felvágni, én nem szoktam berakni a hűtőbe. Összesen végül is most így 8 órát kelt a babka, és most érte el azt az állapotot, amikor megnyomom finoman, már benne marad az új lenyomatom, de még egy picit visszarúgja magát. Úgyhogy ez itt az utolsó stádium, és imádom ezt az Emil Henry sütőformát. Először úgy fogom csinálni, hogy 200 fokon 20 percig légkeveréses alulfelül sütéssel, utána pedig leveszem ennek a tetejét, és 175 fokon csak alulfelül sütéssel, légkeverés nélkül fogom sütni, mert különben, ha rajta hagyom a légkeveréses funkció, akkor iszonyatosan szétég a teteje, szóval már bár. De jól néz ki, Laci. Ahogy kiveszem a sütőből a még forró babkát, rögtön elkezdek csinálni egy cukorszirupot. Én egy ilyen 30 g cukorhoz 30 g vizet szoktam rakni, és a legmagasabb fokozaton elkezdem forralni, és amikor már elkezd kicsit besűrűsödni ez a cukorszirup, akkor megkenem vele a babkát, illetve ráöntöm a maradékot, és isteni, és még hagyom így az Emil Henry sütőformában egy körülbelül szerintem fél órát, hogy jól magába szívja, és utána kirakom rácsra, és egyszerűen mennyei lesz. Úristen! Annyira jó omlós, puha, eszméletlen ez a babka, fú, tényleg nagyon finom. A következő recept pedig egy nagyon régi családi receptünk, amit még talán nagypapámnak a keresztmamájától maradt ránk, és mindig nagynéném sütötte húsvétkor ezt a kalácsot, és imádtam nagyon, úgyhogy elkértem tőle a receptet, és most már én is így készítem a kalácsot mindig, ami meglepő, hogy krumpli van a tésztájában. Ez azért jó, mert eszméletlenül finom, puha, omlós, igazi foszlós kalács lesz, és még 3 napig, ha bár 3 napig nem szokott megmaradni ez a kalács, de ha megmaradna, 3 napig annyira finom, puha, friss, tényleg, mintha akkor sült volna, annyira eszméletlen, hogy mennyire jól megtartja azt a nedvességet. Nagyon finom, és mindet a krumplinak köszönheti. Ehhez a tésztához általában mindent egy tálban szoktam összekevertetni, illetve kidagasztatni az angasrum gépemmel, és mindig ezt a hengerfélyet szoktam használni, mert aztán mondtam, hogy az vajas tésztákhoz ez eszméletlenül jól működik. És mivel ez egy nedves tészta, de az élesztős tészták közül ez egy kicsit keményebb tészta lesz, úgyhogy néha van olyan, hogy ilyenkor az angasrumnak ezt a dagasztókarját kicsit segítek neki, hogy jobban el tudja kapni a tésztát. Körülbelül egy ilyen 8-10 percet szoktam dagasztatni, addig, amíg szépen egy gombóccá össze nem áll a tészta, és amikor már elkezd kicsit elválni az edénynek a falától, és a legutolsó 5 percben körülbelül, vagy 3 percben pedig beleszórok egy jó nagy marék mazsolát. Én nem szoktam általában a mazsolát előáztatni, vagy beáztatni, de lehet egy kevés rumban áztatni is a mazsolát. Én szeretem az élesztős tésztákat is hűtőben keleszteni, ráadásul most ez tök jól jött ki, mert elmentünk színházba. Viszont nem figyeltem, és 3,5 óra volt a színházi előadás, úgyhogy kicsit tovább kelt a tészta, mint ahogy kellett volna.
de gyönyörű gluténszálak kezdtek, és eszméletlenül jó, puha, ruganyos, nagyon jó kis tészta lett, és nagyon jót tesz neki a hűtőben hidegen keresztés. Nekem a kalács az mindig is fonott kalács. Nekem muszáj legalább egy ilyen hármas fonást, muszáj. Muszáj mindegyik kalácsot megfonni legalább egy ilyen hármas fonásban. És a kedvencem ehhez a mennyiségű tésztához egy teljesen egyszerű ilyen szénacél téglatest forma. Ezt mindig kiszoktam bélelni sütőpapírral, és megfonom a tésztát, és még a sütés előtt körülbelül egy ilyen 30 percet, ami körülbelül ilyen 50-70%-ot nem kelt a tészta. Szoktam pihentetni szobahőmérsékleten, lehetőleg nedves, meleg nedves konyharuhával letakarva. És mielőtt bekapcsolom a sütőt, elkezdem már bekenni tojással, egy egész tojással, és mielőtt beraknám a sütőbe, ez körülbelül 20 perc telik el a két kenés között, még egyszer bekenem a kalácsot, és annyira gyönyörű, szép, fényes, kicsit keményebb kéreg fog majd képződni, nagyon megéri kétszer bekenni, és mindig légkeverés nélkül szoktam sütni, csak alulfelül sütéssel, mert különben, hogyha légkeveréses módon hagyom a tésztát sülni, akkor mindig nagyon-nagyon megég a külseje, viszont a belseje egyáltalán nem sül meg, és egy kicsit ilyen ragacsos, nem túl jó lesz. És ez a kalács ráadásul anyukámnak a születésnapi meglepi piknikjére készült, és szerintem ez az egyik legjobban sikerült kalácsom, szerintem fél óra alatt elfogyott, úgyhogy remélem ti is elkészítitek. És az utolsó recept, amit most meg fogok nektek mutatni, és amihez el sem tudom képzelni, hogy ne használjam, az ankarsrum gépemet. Én ezt kézzel kidagasszam. Az pedig a kovászos croissant, ami szerintem fél év volt, mire olyan receptúrát kidolgoztam, ami tényleg működik, mindig működik, és 27 rétegű péksütit fog eredményezni a legvégén, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a saját kovászos croissant receptemet. A croissant már önmagában is egy eléggé kihívásos recept. Az, hogy még kovászos is, ez csak még egy ilyen plusz nehezítés. Azt vettem észre, hogyha a kovászos dolgokkal dolgozom, akkor nagyon fontos a hőmérséklet, és itt is például, amikor már ugye most ilyen 10-20 fokok vannak, hát ilyenkor most már azért egy kicsit melegebb vízzel kell dolgozni, ilyenkor már kicsit a vajat is szobahőmérsékleten kell egy kicsit hagyni, melegedni, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tészta tényleg annyira ki legyen dolgozva, hogy egy gyönyörű gluténháló legyen majd a végén, és a glutén ablakteszten átmenjen a tészta, mert egyszerűen muszáj, hogy olyan erős legyen a tésztának a szerkezete, glutén szerkezete, hogy meg tudja tartani ezt a rengeteg zsírt saját magában, anélkül, hogy felszívná. Erről is annyira jó az a gép, hogy miközben dolgozza nekem nagyon jóra a tésztát, közben én meg tudom csinálni a vajtömböt, amit majd be fogok dolgozni a tésztába, és ettől lesz croissant a croissant, és ettől lesz a 27 réteg. Vajtömböt készítem. Ehhez a tésztához 200 g vajat szoktam így kipüfölni, és egy sima sütőpapírba becsomagolva, illetve arra rárakva készítek egy ilyen kis tasakot, és addig-addig nyújtom a vajat, amíg ki nem tölti ezt a sütőpapír bugyrot. Vajtömbhöz fogom majd kinyújtani a tésztát, hogy tökéletesen beleilleszkedjen. Itt akarom csak megemlíteni, hogy ez a videó attól függetlenül, hogy együttműködésben készült a Gammo Europe Kft-vel, attól függetlenül ők semmit nem mondtak, hogy mit mondjak, nem kell a gépről mondanom semmit, semmiről nem kell semmit sem mondanom, csak annyi volt a megállapodásunk, hogy a videóban használjam az ankarsrum gépet, és így ennyi. Teljesen véletlen, de nagyon szerencsés egybeesés miatt valaki a Gammo Europe Kft-től meglátta az előző videómat, amit az ankarsrumról készítettem, és annyira megtetszett nekik, hogy felkerestek, hogy nincs-e kedvem még egy videót csinálni arról, amiről akarok, meg azt
tényleg nulla kikötésük volt, hogy nekem mi az ötletem. És mivel már az előző videóban is egy csomóan kérték, hogy ezt a hengerfejet használjam, mert akartam is csinálni egy ilyen videót, csak ez egy ilyen motivációs megkeresés volt. Én kaptam egy Anchorshroomhoz egy kiegészítőt, egy ilyen reszelő kiegészítőt, ami szintén fenomenális. Azzal már csináltam ilyen cukkini kenyeret, meg répa kenyeret, és annyira jók azok a reszelők. Oh, na, a következő videó arra fog kb. Szólni. Szóval csak ennyi, hogy kaptam egy ilyen reszelőkészletet, és akkor megkértek, hogy használjam ezt a gépet, és csináljak róla a videót, de semmi kikötésük nem volt, úgyhogy a videóban, amiket mondok a gépről, meg a dagasztásról, meg a bármiről, ez mind az én saját véleményem. Na és akkor vissza a croissanthoz, ami körülbelül egy ilyen 4 órát pihent a szobahőmérsékleten, és ilyen gyönyörű kis bubis szerkezete lett, és ezt ismételten a kedvenc pirex edényembe belerakom, és mehet is ez is a hűtőbe. Ennek is kell egy ilyen 14-16 óra a hűtőben. Kicsit jobban összeálljon, megkeljen, kovászosodjon, és másnap, amikor készen van a croissant tészta, akkor kiveszem a hűtőbe, és még a tészta kivétele előtt kb. Ilyen fél órával kivettem már a vajtömböt is, hogy kicsit kezdjen felmelegedni, és kellemesen ilyen ruganyos legyen, de ne legyen folyós, meg ne maradjon benne az új lenyomatom semmiképpen sem, hogy lehessen már vele jól dolgozni, viszont ne legyen annyira puha, hogy teljesen felvegye a tészta, és beledolgozódjon a tésztába, és ne legyen nagyon-nagyon hideg se, vagy ha túl hideg, akkor meg megtörik, úgyhogy ezért sem olyan egyszerű ez a kovászos croissantozás. Egyébként akkor, ha törik, még nincs akkora baj, attól függetlenül még szép mintás lesz majd belül a croissantunk. Az inkább nagyobb baj, hogy amikor nagyon-nagyon puha a vaj, hogy akkor teljesen felveszi a tészta, és akkor végül is így lesz egy kalács tésztánk körülbelül. De és akkor azt szoktam csinálni, hogy amikor már belebugyoláltam a vajat a tésztába, sodrófának a segítségével, nagyon pici mozdulatokkal elkezdem bele egyengetni a vajat, és kinyújtom, és a nyújtás után pedig ez a könyvhajtogatásnak hívják, összehajtogatom a tésztát, leporolom róla a felesleges lisztet, abba a sütőpapírba szoktam belerakni, amiben előzőleg már a vajtömb volt, és az a lényeg csak, hogy egy ilyen 3-4 órára vissza kell rakni a hűtőbe a tésztát minden egyes hajtogatás között, és az a lényeg csak, hogy légmentesen rakjuk be a hűtőbe, hogy biztosan ne száradjon ki a tészta. Összesen 3-szor szoktam meghajtogatni a tésztát, és akkor minden egyes hajtogatás között 45-60 percet berakom a hűtőbe, kiveszem, megint megnyújtom, megint kinyújtom, és akkor utána megint megy be a hűtőbe, és akkor az utolsó hajtogatás után megint egy órát hagyom a hűtőbe, és utána kiveszem, kinyújtom, és már lehet is, és ilyen croissant formákra, illetve ilyen háromszög formákra felvágni a tésztát. Én most ilyen kisebb croissantokat csinálok, szerintem egyébként így a normál méretnek körülbelül a fele, vagy kétharmada ez, amit én csinálok. Én szeretem az ilyen kis cuki, kisebb croissantokat. Általában kiszoktam mérni pontosan, hogy mindegyik ugyanakkor legyen, ugyanannyi idő alatt süljenek meg, ilyesmi miatt érdemes. Az széléről, amit levágtam, maradék tészta, azt vagy összeszoktam fonni, feltekerni kis gumóba, vagy meg lehet tölteni esetleg csokival, és akkor pennó sokolá is lehet belőle, vagy meg lehet kenni valami paradicsomos szósszal, meg lehet tölteni sajta, bármit lehet vele csinálni tulajdonképpen. És akkor most jöhet a 14-16 órán át tartó kelesztés szobahőmérsékleten. Arra jöttem rá így az évek folyamán, hogy a legjobb, hogyha ilyen alufóliába rakom el pihenni a croissantokat, sokkal jobban megtartja így a hőmérsékletet, mivel én most egy ilyen 20 fokon kelesztettem körülbelül őket. A nagy kelés
az a sütőben történt meg, és ezért nem nagyon-nagyon keltek meg a 14-16 óra folyamán, csak egy ilyen 30-40%-ot. A sütőt 200 fokra szoktam beállítani légkeveréses módra, és egy ilyen 15-18 perc alatt aranybarnára sütöm a croissant-okat. Remélem, hogy tetszettek nektek ezek a receptek, és hogyha igen, akkor kövessetek nyugodtan Instán is. A Kovászos Lány néven találtok meg, ott egy csomó kovászos saját receptet szoktam megosztani, úgyhogy ott is várlak titeket sok szeretettel. Sziasztok!